Amire még talán azt tudom mondani, hogy gyanakodjunk, hogyha pénzt kér tőlünk. Tehát azért az, hogy elvesz feleségül, vagy, vagy, vagy ő jön, vagy én leszek a férje, vagy szóval, hogy az még oké, okay, mert most miért ne lehetne egy tök jó szerelmi történet, happy end. De ha már pénzt kér tőlem, meg hogy csak én tudok segíteni, az már kicsit azért már tényleg, nem kicsit, az nagyon gyanús. Köszöntjük kedves nézőinket és hallgatóinkat itt a Budapesti Zsaruk Podcast adásában. A mai vendégem Bedő Beatrix Hadnagy, muszáj vagyok puskázni, a Budapesti Rendőrfőkapitányság gazdaságbűnözés elleni főosztály, kiberbűnözés elleni osztály bűnügyi jellemző alosztály nyomozójával fogunk ma beszélgetni. Beatrix, köszönöm, hogy elfogadtad a, a meghívásunkat. Egy elég uh, komoly és uh, sajnos népszerű témát uh, fogunk uh, érinteni, hiszen... Uh, az internet világában egyre többször fordul az elő, hogy tévedésbe ejtenek embereket többféle szempontból, és hát így módon pénzt szednek ki belőlük. Hát ezért vagy most itt, és erről szeretnénk veled beszélni, hogy hogy is lehet ez ellen védekezni, vagy hogy ha nem is védekez, de mondjuk felismerni, és már eltolni magunktól ezt, a, ezt az egészet, hogy megvédjük magunkat. Mielőtt azonban erről egy picit beszélnénk, szeretnénk téged megismerni. Mióta vagy rendőr, mivel foglalkozol, mit csinálsz? Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Mint ahogy említetted, nyomozóként dolgozom, de a hivatalos megnevezése a munkámnak elemző, tehát én támogatom a nyomozásokat az elemzői munkámmal, mindenféle kutatásokkal próbálom összekötni az ügyeket, de erről többet nem is szeretnék beszélni, meg nem is lehet. Illetve a munkámnak van még egy olyan része, hogy a főosztálynak én segítem a sajtó megjelenését, tehát ha olyan ügyünk van, amit úgy ítélünk meg, hogy szeretnénk, hogy mindenki tudjon róla, akkor abban az én kezem munkája is benne van. Tehát kicsit ilyen, ilyen is, olyan is a munkám. Egyébként négy éve vagyok rendőr. Érettségi után én nem ide jöttem először, hanem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem igazságügyi szervező szakon. Aztán eldöntöttem, hogy nagyon én mégiscsak rendőr szeretnék lenni, úgyhogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végeztem bűnügyi nyomozóként. Mi vitt erre egyébként? Gyerekkorom óta bennem volt, hogy én rendőr legyek, nyomozó, csak hát szüleimnek egyetlen lányaként azt mondták mindig, hogy lányom, ez nem neked való. De hát azért csak végig is ide kötöttem, vagy ide jutottam, úgyhogy um, alapvetően jelenleg még most is tanulok, nem tudok elszakadni még a tanulástól. <laughs> Jogi tanulmányaim végéhez érek lassan, illetve most kezdek egy másik uh, szakot, szintén a közszolgálati egyetemen, közszolgálati médiaszervező és újságíró. Szakirányom. Úgyhogy ez is belevág a munkámba, de szerintem róla mennyi elég is. <gül> <gül> um, térjünk rá, rá ezekre az internetes csalásokra. Ugye az online térben, a kibertérben most már semmi sem szent, mondhatjuk így, mondhatjuk. mondhatjuk. <laughs> um, egy részét emeljük ki, romantikus csalások, ha már Valentin nap a közelmúltban volt. Um, mire figyeljünk? Mik ezek a romantikus csalások? Na mik ezek? Na mik? Hogy, hogy találják meg egyébként a, az um, elkövetők a, a sértetteket? Alapvetően semmi logika nincs benne. Teljesen random. Tehát nem az van, hogy kinézzük, hogy mondjuk biztos, nem. hogy Facebook, Instagram, stb. ezeken az oldalokon egy nem. kép alapján, hogy ő talán olyan gyengének tűnik. A tapasztalataink alapján egyébként azt mondhatom, hogy nagyságrendileg mindig úgy történnek a kiválasztások, hogy egy-egy nagyobb Facebook, például, Facebook megjelenésnél kommentel az illető. És akkor random kiválasztanak egy onnan valakit, egy sértettet, és akkor. Itt az mindegy, hogy hova? Mindegy. Hát nem mindegy, olyan szempontból, hogy nyilván valami nagyobb nézettségű, nagyobb belérésű poszt legyen. Most nyilván, ahol mondjuk kettő komment van, nem feltétlenül fognak minket megtalálni idézőjelben. De ezt leszámítva, teljesen azt mondom, hogy nincs benne semmi logika random. Nyilván, hogyha minél több adat elérhető rólunk az interneten, adatlapunkon, minél több barátunkat látják, minél több ö, ö, képünk van fenn, biztos, hogy segíti a választást, de az is előfordul, hogy csak random bepróbálkoznak, és akkor van, aki vagy válaszol, vagy vevőre, van, aki meg nem. Sajnos ö, vannak olyanok, akik vevők erre, és válaszolnak, még ha az elején hitetlenkedve is kezdik a beszélgetést, hogy miért írtál rám, ki vagy te, nem is ismerjük egymást, közös ismerősünk sincs, hogy engem választ, miért engem választottál. Öhm... De egyébként, ha most konkrétan elkezdünk nézni egy ilyen beszélgetést. Igen. Tehát megtalálnak valakit. Tök mindegy, hogy hol, ugye azt mondtad, hogy ezt nem lehet így öhm, nem. meghatározni, hogy mi alapján. Na jó, egyszer csak mondjuk teszem azt, nekem ír valaki akkor ezt mivel kezd egy egyszerű szijával, vagy, vagy, rögtön egy valami olyan történetet próbál meg előadni, amivel már felkelti az érdeklődését? Ha nem is öhm... Nem is egy egyszerű sziaval, meg nem is egy történetel a kettő között. Szia! Nagyon szimpatikus vagy a profilod alapján, például. Nagyon tetszenek a képeid. Szívesen beszélgetnék vele. Szívesen megismernélek. Hát jó, hát erre kell, hogy valaki vevő legyen. Természetesen. Bármilyen okból kifolyólag gondolom én. Tehát ha mondjuk rám-rám írna egy, egy nő, akkor értelmszerűen, mivel hogy feleségem van, nyilván engem ez nem érdekelne. Tisztesen. Na de hogyha ez nem, nem lenne, akkor, akkor azért csak elgondolkodnék, hogy most miért és hát itt megszületik meg bennem az, hogy hát én, de ez most csak én gondolom, és nem azért, mert rendőr vagyok, hanem alapvetően, hogy hát azért nekem ez olyan furcsa, hogy egy vadidegen most úgy hirtelen, akivel egy percet sem találkoztam, rám ír. Rám, igen. Ez vagy te. Viszont az esetek többségében nem tudhatjuk, hogy ki magányos épp. Kinek ki van egyedül, kinek nincs társa, ki az, aki régóta elvesztette a társát, mondjuk bele özvegy. Na, most valakinek írnak egy ilyen üzenetet, hogy szia, nagyon szimpatikus, vagy megismernélek. Lehet, hogy ez az ő lelkének egy olyan megnyugtató jelenség, hogy van, akit érdeklek, és van, aki megismerne engem, de jó, kezdjünk el beszélgetni. Itt talán azt tudom elképzelni, hogy azért, amit mondtál az elején, hogy erre tényleg oda kell figyelni, hogy mi az, amit kiterítünk magunkról a nyilvánosság irányába, mert azért nyilván biztos sok minden tapasztalta már azt akár az ismerős körökben, hogy, hogy az adott férfi vagy hölgy ismerőse megoszt különböző olyan posztokat, vagy ír ki olyan dolgokat, ami arra utal, hogy ő egy lelki is, tehát egy, egy labilis lelki állapotban van jelenleg. Na ez például akkor gondolom, hogyha, mert egyébként, és itt most egy másik dolog is, tehát ezek ezek szervezet, akár csoportok, vagy akár ez csak mondjuk kitalálom, most ez ilyen furán jön ki, de hogy én kitalálom, hogy én ezt szeretném, mert valami akár pénzt szeretnék kicsalni emberektől. Ezt, ezt így, így önállóan is csinálják, vagy azért ezek inkább ilyen szervezett bűnözéshez? Is is. Jellemző a szervezet bűnözés. Tehát tudomásunk van arról, hogy igen, szervezetten követik el ezeket a bűncselekményeket, és több esetben nyúlnak a a külföldre tehát hogy külföldről szervezik ezeket a bűncselekményeket. Azt mondod, hogy több esetben, tehát akkor nem feltétlen? Nem feltétlen egyébként. Találkoztunk olyannal is, ahol, ahol teljesen magányos elkövető volt idézőjebe, tehát hogy nem volt semmi szervezettség mögötte, hogy csak megpróbálta és sikerült neki. Most ezt így fura hallani, de igen. Milyen nyelven tehát kommunikálnak, mert ha nyilván magyar sértettekről beszélünk, de azt mondod, hogy azért többnyire külföldi szervezőzésről beszélünk. Így van. Akkor az, mivel azért a magyar egy nem egy, fel, nem egy világnyelv, hát nem, ezt, és ezt elég nehéz is, így van. Elég kevesen így van. beszélik, azért akkor gondolom, hogy itt valami segítséget is használnak ehhez, hogy. hogy Természetesen nagyon sok esetben használnak fordító programokat, amivel kommunikálnak a sértettekkel. Nyilván azok, akik önálló elkövetők is magyarok, ők értelemszerűen magyar nyelven szólítják meg a sértetteket. Ö, azt kell, hogy mondjam, hogy már léteznek olyan fordító programok, amelyek szinte a mi beszédünkkel, mi magyar írásunkkal megegyezően fordítja le az általa elkíván, mondani. De azért elkíván. csak vannak benne hibák. Nyilván mert... vannak benne hibák. Na most csak ezt azért, hogy hogy feltűnő legyen másoknak is, hogy mire figyeljenek biztosor, oda. de ezt nem úgy képzeljük el, hogy te lenni nagyon szép, mert nyilván azt mm. te, te egyből mindenki észrevenné, hogy hú, valami gyanús. Öm, vannak benne nyilván hibák, stilisztikai hibák, ö, értelmetlen mondatok, tehát hogy azért erre fel lehet figyelni. De olyat is olvastunk a nyomozás során a sértettek elmondása alapján, hogy például angolul beszéltek, és a sértett használ programot. Tehát, hogy ezt úgy képzeljük el, hogy amikor ö, megtalálnak egy sértettet, elkezdenek a bizalmukba férkőzni. Az elején még csak, ö, mint ember, beszélgetnek, ismerkednek. Egymásról megosztanak mindenféle információkat, hol dolgozol, mit csinálsz, mi a hobbit, stb. Majd később az elkövető próbálja a sértettet elvinni egy olyan irányba, hogy kezdjen el érzelmeket táplálni iránta. De ez azért, ez, ha csak nem valaki nagyon labilis, azért az, hogy valakinek az irányába érzelmeket kezdje el táplálni, azért az ez egy idő. hosszú folyamat. Hogyne. Ez nem egyik napról a másik napra van. Tehát itt hetekről, hónapokról, akár évekről is beszélhetünk. Bármi férfiak könnyen szerelmesek tudunk lenni, azt azért hozzá kell tenni, de ez azért így, ahhoz is idő kell. Ez így van. én azt látom, hogy az átlag ez hónapok. Tehát én a hónapokat mondanám. Amikor már eljutnak a beszélgetés során olyan szintre, hogy, hogy már a, a sértett, aki egyébként nő-férfi, tehát hogy nem, van egy olyan sztereotípia, hogy a nők jobban áldozatul esnek egy ilyen fajta bűncselekménynél. Nem feltétlenül a férfiak is ugyanolyan áldozatok lehetnek, mint a nők. Ez attól is függ, hogy az adott elkövető milyen történettel áll elő. Mennyire tud mélyen a lelkébe nyúlni a sértetnek. Tehát, hogy ez idő, ez egy hosszú folyamat. Na most engem még az foglalkoztat egy, egy picit, mert ugye most beszéltünk itt a, a, a maga az írásról is, hogy, hogy azért stilisztikailag nem biztos, hogy ez helytálló. De azért, ha, ha ugye nyilván ez egy külföldi brigád, akkor ezt akár ha Facebookon szólítják meg a sértettet, akkor ö, ezek, ezek ilyen ki, jól kialakított profilok. Tehát gondolok én itt arra, hogy azért, hogyha ha valaki mondjuk bejelöl ismerősnek is, én azért meg szoktam nézni, mert én nem igazolok vissza mindenkinek. Köszönöm. Tehát, ö, köszönöm, megnézem, hogy egyáltalán ki az, ha ismerem-e, vagy nem ismerem, akkor értem szerint, ha ismerem, akkor persze, de ha nem, akkor, akkor elengedem, vagy legalábbis megnézem a profilját. És mondjuk én elkezdem visszapörgetni, hogy az a profil vázi, igen. Így van. hogy Az a profil mennyire nyúlik vissza. Tehát mondjuk lehet, hogy két hónapja Aztán regisztrálta, kétre? vagy akár mondjuk már. Nem tőle, mik, igen, nem tudom, mikor alkult meg a Facebook, de biztos, hogy már több mint tíz éve. Így van. És ezek lehet, illetve amire ki akarok még adni, az az, hogy hogy mondjuk arra fel tudnak esetleg figyelni, hogy, hogy a profilkép ö, milyen, tehát mondjuk ha ott áll egy Brad Pitt, akkor azért az már a gyanús is lehet. Értelemszerűen, tehát hogy, tehát hogy azért vannak túlzottan létrehozott profilok, ahol például színészeket tesznek ki profilképként, színészek képeit használják fel, tehát azért ezek eléggé intőjelek, még hogyha Ezt a színészt hogy érted? Tehát, hogy valakit megkérhetnek, hogy csinálj magadról 25 képet, és akkor ezeket felhasználják? Nem, hanem csak simán az internetre beütik, mondjuk legyen Brad Pitt az ő nevét, leszedik a képeit, és azt töltik fel, mintha ő lenne az. Vagy mondjuk az ő képeit használja fel, hogy ő nem a Brad Pitt, de hogy a Brad Pitt képe van kint, tehát hmm. hogy más a neve a profilnak. Tehát, hogy igazából kvázi egy személyiséget is ellop, úgymond, mondhatjuk így. Öm, igen, tehát hogy azért érdemes gyanakvóan nézni, hogyha bejelöl minket egy ilyen profil, mikor hozták létre, milyen képei vannak kint, vannak-e kint képei, lehet, hogy csak a profil képe van, aztán nincs is több képe, osztotta meg bejegyzéseket, milyen bejegyzéseket osztott meg, kommentelnek-e oda, mennyi barátja van, ha Facebookról beszélünk például, de legyen ha Instagram, mennyi követője van, szóval, hogy ezek mind-mind olyan árukodó jelek, hogy az a profil az, valós embert állhat-e mögötte idézőjelesen, tényleg ő -e az, akivel beszélünk, vagy valaki elbújik a profil mögött. Tehát, hogy ezek mind-mind olyan jelek, amire figyelni kell, kellene. És ha most visszamegyünk abba a részbe, hogy hogy már elindul a folyamat, tehát megtörténik a bejelölés, elindul a beszélgetésnek Beszélgetés. a folyamata, gondolom ez itt akkor már napi szinten megy. Vagy, vagy ők azért úgy, úgy rafináltak, és, és akár azért tartanak, tehát nem rögtön rátelepednek az emberre? Nem, 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 nem. Hát hogy gondoljunk csak bele, hogyha napjában téged is valaki elkezdene bombázni a, egy új ismerős, és minden nap írna neked 500 üzenetet, ezt te is így néznél, hogy jaj, nem. Tehát, hogy itt szépen folyamatosan. Tehát azért nem hülyék? Nem, nem. Én azt mondom, hogy nagyon, sajnos nagyon okosak, tehát, hogy nagyon jól csinálják. Olyan szinten... Öm, mm, bele tudnak, mondom, nyúlni az embernek a lelkébe, a mindennapjaiba. Jó reggelt, édesem! Hogy telt az éjszakád? Jól aludtál? Akár csak egy ilyen üzenet. Például. Ezzel indítja a beszélgetést. Majd mondjuk megkérdezi napközben, hogy jól telik a napod? Dolgozol? Mi van a munkában? Szóval, hogy hogy mondjam, próbálnak a mindennapi életet Igen. része lenni. Igen, tehát hogy nem mindjárt szerelmet vallanak. Persze találkoztunk ilyennel is, aki már egyből hosszú szerelmes szöveget írt, hogy jaj, hát ő nagyon szeretné, hogyha a felesége lenne meg a gyerekeinek, az anyja meg ilyenek. Volt, aki ezt is elhitte. Tehát, hogy azért van ilyen is. De nem ez a jellemző, hanem ez a jól felépített hetek, hónapok munkája az, hogy kialakuljon az, illetve amikor ő is elkezd mesélni magáról, és ő előjön az ő történetével, csak, hogy hozzak pár példát. Egy nagy világszervezetnél dolgozik orvos. Kapott egy nagyon mennyiségű összeget, és neki segítségre lenne szüksége, hogy azt elhozza onnan, Egyiptomba. Egyiptomba van ez a történet. Majd a sértett, aki meglepődve konstatálja, hogy, hát, hogy ehhez ő miért kell, mert ott a bank, tegye be, utalja el. Igen. Ott a bank, de hát ugye nem szeretne adót fizetni. Ezért szüksége van valakire, akinek elküldheti csomagba. És hogy mivel mi vár, vagyunk olyan kapcsolatban, vagyunk olyan szinten, és szeretném most majd egyszer te a feleségem lennél, le én megbízok benned. Segítesz nekem? És akkor így jön az, amikor az áldozatok így ilyen kényszerhelyzetben vannak, mondhatom így, kényszerhelyzetben vannak. Hát, már nagyon régóta beszélek vele, értelmes, orvos. Hm. És az én segítségem kell neki. Hát rajtam nem olyan én segítek neki. Jó. Igen, ám csak ahhoz, hogy én ezt a csomagot el tudjam neked küldeni, szükségem lenne ennyi meg ennyi pénzre. Ebbe is a segítségedet kérem. Vannak sértetek, akik ilyenkor már elkezdenek gyanakodni, de van, aki egyből el is hessegeti ezt a gondolatot, hogy... Miért ne segítenék? Hát, hogyha ha, ha neki ez segítség, és megígérte, hogy majd, ha eljön hozzám, meglátogat, feleségül vesz, hát én segítek neki, ezen nem újon. És akkor történik meg a baj. Kap egy bankszámlát, arra elutalja a pénzt, befizeti a pénzt, stb. 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 Szóval, hogy... És ez csak egy történet. Most így hirtelen mennyi volt az a legnagyobb összeg, amiről tudomásunk van, hogy esetleg elutaltak. Még ha nem is pontosan, de hogy ezek... Milliós, több milliós, sok milliós. Hát azért az... Az na nagyon sok pénz, igen. Um, hallottunk olyanról is például, sértettektől, hogy valaki olyan szinten segíteni szeretett volna élete párjának, akit az interneten ismert meg, hogy hitelt is vett fel például. A vagy. Ékszere. Volt én is voltam szerelmes. És vettél, volna, képzelni. és volna no. hogyha valamiért kellett. Majd ezt egyszer <laughs> vagy éppen ékszereket adott, el, családi féltet ékszereket, amit mondjuk mindenféle generációról, generációra, generációra szána is ő eladta, hogy tudjon segíteni. Ilyen, ilyenről is tudunk. Olyanról is tudunk, hogy valaki a, az akkori párját hagyta ott, mert már vele nem volt olyan jó a viszonya, de ő megígérte ez a újdonsült online párja, mondhatom úgy, hogy ő majd elveszi feleségül is új életet kérdezni, és hogy elvált az akkori párjától, mert megígérte neki a, az új, új leendő párja. Szóval, hogy olyan élethelyzeteket tudnak generálni, ami, ami emberek életét tehetik tönkre. Hát ebben azért akkor komoly munka van, tehát meg kell ismerni ők, nekik a sértettet, Így elég van. sok időt és energiát kell belefetszőni, be kell lenni. Így van. Meg kell találni a gyenge pontjukat. Pontosan. Amire nem csapnak le, akkor ezek szerint rögtön, hanem Pontosan. ezt húzzák, húzzák. És, és kell táplálni. És majd egyszer csak, amikor már úgy érzik, hogy már teljesen a, a, az új köré csavarta, akkor próbálják meg őket. Igen. Hát most így azért elsőnek, hogyha ezt valaki ö, megnézi, vagy meghallgatja ezt, a, ezt az adást, akkor biztos az jut eszem, az eszébe, ami egyébként majdhogy nem azt mondom nekem is, hogy de hát hogy kerülhetünk, vagy hogy juthatunk el ilyen helyzetbe, hogy, hogy, hogy ez megtörténjen velünk. Most ugye erre már beszéltünk itt a, az adás előtt, hogy amíg nem vagyunk benne abban az adott élethelyzetben, Igen. addig nem tudjuk ezt sejtéseink talán lehetnek, de hogy ezt teljesen átirányzi, nem tudjuk. Nem. Tehát ugye azért elég sok kilátástalan élethelyzet adódhat sokféle dologból, van, és van. ők akkor erre utaznak. Igen. És, és az a legdurvább, ha mondhatom így, hogy full véletlenszerűen választják ki az embereket. Tehát, hogy nem tudják rólad, vagy rólam például, hogy te milyen helyzetben vagy. Mert ha mondjuk lehet, hogy jelenik olyan helyzetben, és én is bedőlnék egy ennek nem tudták rólam, mert én nem kürtölöm szét, hogy mondjuk nincs párom, vagy van párom. Szóval, hogy eszméletlenül szervezettel, jól kimunkáltam, felépítve csinálják ezt az egészet. A rendőrség ö, milyen úton, módon tud védekezni ezzel ellen, illetve milyen tanácsokat tudnál mondani, ö, hogy akik mondjuk hasonló helyzetbe kerüljenek, ők fel tudják, felismerjék ezt a helyzetet, és rögtön ignorálni tudják maguktól ezt az egészet. Alapvetően én azt mondom, hogy azért nézzünk gyanúsan, hogyha mondjuk bejelöl minket egy profil, akit nem ismerünk. Kezdjünk el gyanakodni. Nem biztos, hogy egyébként ő egy csaló, de kezdjünk el az elején már gyanakodni. Vizsgáljuk meg a profilját. Keressünk rá akár az interneten. Írjuk be a nevét töltsük le a fotóit, van a, van, a ha nem tudom, mondhatom, a Google-nek is ilyen képkeresője, töltsük fel oda a képet, hogy esetleg szerepel máshol az ő képe, vagy elvehet vástól azt a képet, és úgy használja fel. Ha igen, akkor értelemszerűen valószínűleg csalóval vagyunk. Tehát, hogy vannak ilyen praktikák, amiből ki lehet szűrni az, hogy valósa az a személy, akivel beszélünk, avagy sem. Öm, amit Amit ahogy már mondtam is, vizsgáljuk meg, hogy milyen posztokat tett ki. Oké, okay, ha mind mindezen túl vagyunk, és úgy ítéljük meg, hogy Szerintünk nincsen semmi gond, beszélgessünk vele, ismerkedjünk vele, de egy bizonyos idő után próbáljunk meg mondjuk egy találkozót kérni. De ha nem is találkozom, mert mondjuk messze van, másik országba, próbáljunk meg telefonon beszélni vele, videóhívásba. Tehát, Ezt hogy... Engedik egyébként, tehát van erre példa, hogy valahol történt mondjuk telefonhívás, és nem csak. Van. Igen, 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 van. Na de hát ott azért elég sok minden kibukhat, tehát hogyha ő egy, magyarul egy, írogatott, de mondjuk éppen megszólni nem tud, vagy, vagy már erre is van valami megoldás? Általában ezek a telefonbeszélgetések akkor vannak, amikor nem magyarul kommunikálnak, hanem mondjuk angolul, tehát amikor a sértett is angol, angolul próbál írni a, az elkövetőnek, és akkor úgy tudnak szóban is kommunikálni. Üm, ami nem jellemző nagyon, az a videóhívás értelemszerűen. De volt, találkoztunk olyannal is, ahol videóhívás is volt. Um, én azt mondom, hogy gyanakodjunk, és próbáljunk meg um, figyelmesek lenni, és ne döljünk be minden ilyen próbálkozásnak, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt, persze könnyű ezt így mondani, mert nem tudjuk tényleg, hogy az emberek milyen élethelyzetben vannak, és kinek mikor jön jó egy ilyen újdonsült barát, aki mondjuk foglalkozik vele, és, és uh, figyel rá. Um, nagyon nehéz ezt kiszűrni, én úgy gondolom. Beszéltünk arról, hogy most ezért kimondottan így a, a, a Facebookot említettük. Persze van már nagyon sok. Egyébként a különböző társkereső oldalakon is fent vannak ezek a, Hogyne. Ezek a csalók. Hogy ne? Hogy ne? Ugyanúgy ott is, álprofilként, ugyanúgy ott is megtalálhatnak minket természetesen. Tehát, hogy szinte mindenhol, ahol egy profil mögé bújhatnak. Hát akkor tényleg mindenhol. Tényleg mindenhol. Igen, 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 igen. Hát akkor, akkor gyakorlatilag csak ö, ö, ezekre, amikre, amiket elmondtunk, ezzel lehet védekezni. Tehát nincs az, hogy, hogy én, én feltelepítek valami programot a, a számítógépemre, és az megszűr bizonyos dolgokat. Tehát Nem. itt sajnos csak saját magunkra, ö, hagyatkozhatunk, és, és, fel kell figyelnünk erre. Igen, és még én azt mondanám, hogy ö, beszélgessünk a családtagjainkkal, barátainkkal. Meséljünk nekik. És hogyha esetleg... És ha mondjuk nincs. Hát ha nincs, igen, akkor ez egy nehéz, akkor ez egy nehéz euh, része, mert akkor nem tudjuk kinek elmondani, hogy jaj, képzeld, megismerkedtem valakivel az interneten, ez is ez van vele. Mert ugye lehet, hogy mi annyira elfogultak vagyunk azzal az általunk megismert személlyel, hogy elhisszük neki, amit mond de lehet, hogy a környezetünk meg egyből azt mondja, te jól vagy, hát ő, ő nem valós, ő biztos, hogy át akar téged verni. Szóval, hogy ha van lehetőségünk megosztani mással a történetet, akiben megbízunk, akkor érdemes. Nem lehet, hogy pont egyébként azok a... És persze mondtad, hogy nem lehet kategorizálni, hogy kik esnek bele ebbe. De hogy azért, ha valahogy mégis megpróbálnánk ezt egy picit kategorizálni, nem lehet, hogy pont azok az emberek esnek bele, akik alatt esetben nem tudnak kivel beszélni. tehát És nyilván minden rosszban van valami jó. Tehát most itt a Covid idő alatt kialakult egy home office, aminek vannak jó oldalai, Saját véleményem, és azt gondolom, elmondhatom, szerintem éppen nem a legjobb, mert hogy pont egyébként ezt a társasági dolgot elengedjük ezzel, Igen. nem érünk társasági életet, így ott van. vagyunk a négy fal között, bezárkózottak nem leszünk. Nem tudunk beszélgetni, így és van. az, hogy az online térben elkezdünk valakivel. És, és, ez, és ez sok minden szül magával, tehát ha mondjuk nekem nincsen semmi, senkim, mert nincs családom. Hozta az élet. Igen, tök mindegy, hogy miért, illetve barátaim sincsenek, vagy akivel meg tudom osztani, akkor, akkor most lehet azt mondani, hogy próbáljuk meg pszichológussal, de hát ez is egy nehéz dolog, nem? Mert ahhoz vagy először föl kell, föl kell, ismernünk azt, hogy valami bajunk van, vagy segítséghez kéne Így van. fordulni, de talán még egy ilyen megoldás lehet. Akár, vagy... akár, akár egy olyan szakemberrel beszélgessük meg ezt, aki, aki ért az ilyen jellegű dolgokat, és esetleg ő szólhat nekünk, vagy fe, a gondolatot bennünk, hogy valamit nem oké. Csinálni kéne egy ilyen felületet, hogy, hogy vagy egy ilyen kvázi bűnmegelőzéses dolog, Egyébként ahol igen. becsatlakoznak olyan emberek, akiknek nincsen lehetőségük úgy. De hát ugye itt most honnan tudjuk, hogy milyen csoportba csatlakoznánk be, ugye, hogy most az, az biztos vannak, dolog, vagy nem? Nyilván, igen, igen, igen. Amire még talán azt tudom mondani, hogy gyanakodjunk, hogyha pénzt kér tőlünk. Tehát azért az, hogy elvesz feleségül, vagy, vagy, vagy ő jön vagy én leszek a férje, vagy szóval, hogy az még oké, okay, mert most miért ne lehetne egy tök jó szerelmi történet, happy end. De ha már pénzt kér tőlem, mert hogy csak én tudok segíteni, az már kicsit azért már tényleg, nem kicsit, az nagyon gyanús. Tehát, hogy a normál hétköznapokban én úgy gondolom, hogy ez nem jellemző, ha valaki ismerkedik a másikkal, hogy pénzt kér tőle. Vagy ha pénzt is kér tőle, akkor nem ilyen, több százezret, több tízezret, több, több millió. Tehát, hogy ezért ez mindenképpen egy ébresztőnek kell, hogy legyen ez a pénzkérésnek a jele. Tehát úgy gondolom, hogy az, az azért már nagyon súlyos. Egyébként mindig uh, nagyobb összegeket próbálnak kérni, vagy volt már olyan, hogy valakit így fokozatosan, úgy csak mondjuk először ügyi 5 ezret, aztán küldje 20 ezret, aztán 100 Érdekes, mert mindig vagy a történetet szövik. Tehát, hogy ha, ha mondhatok még egy példát. hogy ne. Um, amerikai katona, kint egy háborús övezetben felszámoltak egy egységet, ahol uh, terroristákat üztek el onnan, és talált egy nagy kincses ládát, ami tele van pénzzel. Kincs, ami nincs, hazateszembe írta. Igen. igen. Hogy ő azt a pénzt onnan ki tudja menekíteni, szüksége van neki ennyi, meg ennyi, meg ennyi. Jó. És el, hiszi, hogy segíthet neki, igen, abból a pénzből ő is kapni fog, utal neki. Majd a történet eljut, mondjuk odáig, hogy nagyon szerelmesek lesznek egymásba, és mondjuk összekötnék az életüket, ahogy ugye telik az idő, és beszélgetnek tovább. Majd a katona közli, legyen az nő vagy férfi, tök mindegy, hogy ő csak úgy tud eljönni eltávra a hadseregből, hogyha kifizetik neki a, az eltávját. Ilyen nincs. Legjobb tudomásom szerint a világon ilyen nincs, hogy a katonáknak az eltávját ki kell fizetni, és csak akkor jöhetnek el. Vagy mondjak egy másik példát, csak akkor ö, tud hazajönni hozzá, hogyha segít a gyerekének, mert az iskoláját ki kell fizetni. Vagy ö, megsérült az egyik ö, ilyen akciójuk során, és orvosi ellátásra van szüksége, küld, küldjek neki pénzt. Tehát, hogy olyan öm, történetekkel próbálják ö, manipulálni az áldozatokat, hogy ö, nem lehet azt így megmondani, hogy kisebb-nagyobb összeg, ami épp a sztoriba illik. Tehát most ezt máshogy nem tudom mondani. Lehet, hogy mondjuk egy orvosi beavatkozáshoz kér pénzt, ahhoz nem kér mondjuk több milliót, hanem csak több százezret, de mondjuk ö, az, hogy mondjuk az eltávját kifizesse x időre, az meg lehet, hogy kér egy millió forintot, most csak mondtam valamit. Tehát, hogy ezt így nem, nem lehet meghatározni. Ahogy a történetet épp alakítják. Még egy dolog eszembe jutott uh, itt a sérteti körrel uh, kapcsolatban, mert azért uh, én azt gondolom, hogy ha ez meg is történne, mondjuk velem. Én nem biztos, hogy első körben a, a rendőrséghez uh, fordulnék, mert lenne bennem mondjuk egy szégyenérzet. És én azt gondolom, ez talán másra is így van. Persze van másik véglet is, gondolom, de ezt te biztos, hogy jobban tudod, aki meg azonnal rohan a rendőrséghez, és azonnal szerzik vissza a vagyonomat. Ez a két véglet van, igen általánosságban mondhatjuk, hogy jelenleg, amiről tudomásunk van, főváros szinten az több tucatnyi ügy. Viszont ennél biztos vagyok, hogy sokkal-sokkal több ilyen ügyről van szó. Lenne szó, ha a sértettek tennének feljelentést. De mivel nem tesznek, mert mondjuk nagyon sok esetben szégyellik magukat, nem merik elmondani, nem mernek bejönni hozzánk, nem mernek segítséget kérni, ezért nagyon sok ügyről nincs tudomásunk. Én úgy gondolom, hogy ha valaki áldozatul esik egy ilyen csalásnak, egy ilyen történetnek, akkor mindenféleképpen jelezze felénk a hatóságnak, a rendőröknek, és megpróbálunk tőlünk tehetőt megtenni annak érdekében, hogy segítsünk neki. Amiről nem tudunk, arra nem tudunk, nem, abban nem tudunk segíteni, így a helyes. Egyébként ez mindig ilyen időszakban jellemző, tehát mondjuk... Valentin nap előtt, közben, után. Nem. Tehát, hogy ez nyilván ilyenkor több figyelmet fordítunk rá, mert Valentin nap a szerelem ünnepe, és akkor előjönnek ezek a dolgok is, de nem. Tehát, hogy ez, ez az év 365 napján bármikor, illetve több évre visszamenőleg ez már sajnos az életünk része, ez a romantikus csalás. Úgyhogy én, ha adhatok egy jó tanácsot a interneten ismerkedőknek, legyenek résen. És nem feltétlenül arra mondom, hogyha mondjuk bejelöl valaki minket, és mondjuk látjuk, hogy igen, ő valószínűleg valami ismerősünk, ismerőse lehet, hanem amiket az elején megbeszéltünk. A képei, a, a, a beszéde, az írása, a, a, amit, amit mutat magából, tehát legyünk résen, és legyünk óvatosak. Beatriz, köszönöm szépen, hogy hát köszönöm, eljöttél és elmondtad ezeket a dolgokat. Hát bízunk benne, hogy eljut ez elég sok reméljük. mindenkihez, és ha már egy embert meg tudtunk menteni, akkor ettől, már megérte beszélgetni. Akkor már megérte erről. beszélgetnünk. Így van. Köszönöm. Én köszönöm. Nézőknek és hallgatóknak is köszönjük szépen, hogy figyelemmel kísértek bennünket. Tényleg mindenki vigyázzon magára az internet világában. A kevesebb, néha több szokták mondani, tehát nem utassunk magunkból mindent meg az internet felé, mert abból csak bajunk lehet. Jövő héten ismételten találkozhatnak velünk.